pénteken dől el, hogy a fővárosi mozgásjavító iskola megtarthatja szakközépiskoláját. Korábban a fővárosi önkormányzat úgy határozott, hogy a mozgássérültekre szakosodott intézményben nincsenek meg az oktatáshoz szükséges tantermek és a hozzájuk tartozó vizes blokkok. A szülők tiltakoznak, azt szeretnék, ha a gyermekeik középiskolásként is a mozgásjavítóba járhatnának. Ma helyszíni bejárásra hívták az intézmény fenntartóját és az önkormányzat képviselőjét. A segítség nélkül nem megy. Ő Dorka, évek óta mozgásjavítóba jár. Édesanyja szerint még inni sem tud egyedül, olyan súlyosan mozgáskorlátozott. Dorka azt mondja, azért szeret ide járni, mert itt segítenek neki, és a tanuláson kívül más lehetőségei is vannak. Tudunk úszni, van úszómedence, és ezt én nagyon szeretem, mert az a hely, ahol én ki tudok kapcsolni. Tehát, hogyha úszom, akkor megszűnik a világ. Édesanyja szerint Dorka nem tudna beilleszkedni egy olyan osztályba, ahová egészségesek járnak. Ugyanis lányának mindenhez segítségre van szüksége, ezt pedig itt megkapja. Gyerekeknek az élete itt forog. Tehát ezt semmiképpen nem szeretnénk, hogyha elveszne. És nagyon sok gyerek, köztük az enyém is, aki szintén ebbe az osztályba jár, bizony a négy fal közé szorul, hogyha ez a lehetőség elvész, mert segítség nélkül nem tud a másik iskolában meglenni. A probléma csak az, hogy az iskola korábbi fenntartója, a fővárosi önkormányzat úgy döntött, hogy az intézmény nem működtethet szakközépiskolát, mert nincsenek meg a feltételek. A szülők szerint ez nincs így. Az iskolát már elkezdték felújítani, de még nem fejezték be. A szülők és a mozgáskorlátozottak érdekképviselete szerint azonban lehetne itt tanítani. Vannak akadálymentes termek és mosdók is. Az önkormányzat szerint azonban egy másik, a Petrik Lajos szakközépiskola megfelelőbb lenne. Amennyire mi meg tudtuk állapítani, tehát volt lift, akadálymentesített, és hát informatikával foglalkozott, és azt gondoltuk, hogy az informatika a mozgássérült gyerekeknek az jó, az egy vizuális mozgás és egy vizuális továbblépés, fejlődés. A szülők iskolabejárásra hívták a mostani fenntartó és az önkormányzat képviselőit, hogy bebizonyítsák, az iskola megfelel a követelményeknek. A fórum végén megállapodás nem csak ígéret született. A középiskolai képzés jövőjéről itt a szülők tájékoztatása nyomán születik a hét folyamán péntekig. Még egyszer csak ezt tudom mondani, váratlan mindenki számára megnyugtató döntés. A mozgáskorlátozottak egyesületeinek országos szövetsége azt szeretné elérni, hogy ezt az iskolát hozzák rendbe, és nem máshol költsék el a felújításra szánt pénzt. Bármelyik iskolába fog történni a gyerekek oktatása, ott is ugyanúgy a szakmai és tárgyi feltételeket biztosítani kell, az is forrásba kerül, tehát a vizsgálatnál valószínűleg, és egyértelműen szerintem akár most is kimondható, hogy a mexikói úton sokkal könnyebb a feltételek megteremtése. A mozgásjavító felújítására első ütemben eddig 3,5 milliárd forintot költöttek.